love it. Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk a következő FIFA Mobile videóban. Igazából mindenki azt írta az előző videóm alá, hogy folytassam a videózást, úgyhogy így a következő videó az egy community favorites-es, favorites eventes dolog lesz. Hát ugye az a lényeg ennek az eventnek, hogy van három játékos, akit meg lehet szerezni. A mai héten ez a három játékos Szymanovszki, Hilton, illetve Pelissier. Hát igazából ezek közül senki nem kell nekem, de hogyha kinyitok egy packet, akkor ugye van rájuk egy great chance, úgymond. Nagy esély van rá, hogy kinyissuk, illetve van még mellettük egy gold játékos, akit kapunk, vagy gold plusz játékos, akit kapunk, és elég sokan kaptak abból elitet. Szóval az azért már jobb lenne. Kell gyűjteni ilyen community pontokat ezekből az eventekből, amik itt vannak lent, ez az 5 darab, és akkor így lehet pontokat szerezni hozzá. Szóval gyűjtsük is össze a pontokat, és utána pedig kinyissuk mind a három packet. Na, srácok, amint láttátok, megcsináltam az 5 eventet. Így az elején igazából még ki se jött az event, de már lehetett csinálni, szóval nem tudom, hogy ez milyen bug volt, vagy nem tudom, de hát érdekes volt, az biztos. A lényeg, hogy csináltam még egy pár ilyen eventet, és akkor megvan a 111, vagyis hát 110 darab ilyen community favorites pont. Szóval tudok nyitni mindegyikből egyet, és hát reménykedjünk benne, hogy ez a base gold plus player az legalább egyszer egy elit lesz. Nem is tudom, melyikkel kezdjük, hát szerintem a 74-essel. Na, nyissuk ki. Na, nézzük, mit fog adni. 1000 coins, és az bár biztos, hogy nem fogjuk megkapni azt a 74-es játékost, de ki lesz a gold plusz? Hát ez egy Garritano vagy ki. Nekünk ez nem jó. Akkor menjünk a következőre, Hilton. Nyissuk ki ezt is. És reménykedjünk egy elit játékosba. Ez 2000 coins, és most sem fogjuk megkapni Hiltont, viszont kapunk egy Yildirim nevezetű pasost. Hát ez eddig 2-ből 0, srácok. Na, de most akkor nézzük meg ezt. 5000 coinstal, az nem is rossz. Nyissuk ki, 60 pontért, és nézzük meg, hogy kit ad. Bár én már nem reménykedem semmibe. És 5000 coins, megint nem kaptuk meg a fő nyereményt. Viszont kaptunk helyette egy Rodrigo Galót, ez az, srácok, na, ezt már nevezem. Pont rá volt szükségünk, hashtag kappa.
Úgyhogy hát ilyen ez az event, elég sokan nyitnak ezekből elit játékosokat, hát én megint nem nyitottam. Hát ennyi igazából, tehát erre a hétre ebből az eventből ennyi. Hogyha szeretnétek, hogy jövő héten is legyen, meg igazából mikor minden héten, vagy nem tudom mennyire izgalmas ez a dolog, de hogyha szeretnétek, akkor írjátok le kommentbe. Következő nap, tehát holnap ugye a Domination Event lesz megnyílva, vagy megnyitva, és akkor a Griezmann tudjuk felfejleszteni, abból is lesz videó, és akkor így tovább az eventeken. Úgyhogy, hogyha ezt így betartanám, akkor elég sok videó lenne. Ami azért nem rossz gondolom, úgyhogy ez a videó ennyi volt most már. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, kommenteljetek. Én Martin voltam, sziasztok!